a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Kenya, a kontrasztok országa vélik sokan, ahol az extrém és a klasszikus dolgok keverednek, sivatagok és alpesi hó, erdők és nyílt terek, Nairobi metropolisza és a színes törzsi kultúrák, friss vízű tavak és korallzátonyok. Vannak, akiket mindez csalogat Kenyába, de vannak, akik másért érkeznek oda. Segíteni, előre mozdítani, változtatni, reményt adni. A Van egy téglám Kenyában projekt partneri kapcsolaton alapszik erdélyi magyarok, románok és kenyaiak között, amely a kenyai hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának támogatására született. Ezért a célért dolgozik a romániai Blindswood Egyesület a kenyai Sargi iskolával közösen immár 2011 óta. Hogy mi minden valósult meg 10 év alatt és milyen tervek vannak még, erről Csiszér Balázs, a Blindswood Egyesület ügyvezető igazgatója fog beszélni, és miért utazik egy fiatal Kenyába, arról Hajdú Hilda önkéntes fog mesélni, de előbb tekintsünk be Rusinga szigetén élők mindennapjaiba. Baskets. Imagine, there were just 5 bread and 2 fish. Everybody had enough, and still remain some pieces left over. Szeretettel köszöntelek tehát, Hilda és Balázs. Szép estét. Jó mindenkinek, estét, mi is köszönjük, hogy részt vehetünk. Balázs, elsőként te mesélj nekünk arról, hogy mikor, miért és hogyan vagy milyen cél vitt téged Kenyába. Egy picit mesélj a történetetekről, az Egyesületről. Hát az Egyesület, ez egy skóciai egyesület, egy keresztény segélyszervezet, akiknek a munkáját, tehát én Romániában vezetem most már lassan 20 éve. Ide Kenyába először körülbelül 10 évvel ezelőtt érkeztem én is önkéntesként, egy akkori diák barátom járt kint Rusinga szigetén, itt volt 3 hónapot, Halmen Balázs, és ő hívott önkénteseket, és gondoltam, hogy ez egy izgalmas kihívás lehet, úgyhogy eljöttünk 2011 nyarán 16-17 személy iskolát építeni. És te ott ragadtál. És ez a történet azóta. Hát nem ragadtam itt, azért nem szeretnék itt ragadni, ugye család van otthon, de igen, viszonylag rendszeresen visszajárok, és lassan építgetjük az iskolát, illetőleg itt az itt folyó történetet, az iskola működését is próbáljuk támogatni. Mióta rátérnénk akár a projektekre, illetve az iskola történetére, Hilda, neked adom át a szót, hogy mióta is önkénteskedsz, és ugyanaz a kérdés érvényed rád is, miért pont Kenya? Hát én 2013-ban ismerkedtem meg a projekttel, akkor szimbolikus örökbefogadóként kezdtem el támogatni az iskolában az egyik diákot. Akkoriban talán harmadikos volt Filgona, most pedig elsőéves az egyetemen, tehát ez egy sikertörténet. De igazából én 2014-ben jöttem ki először,
3 hónapra önkénteskedni. Itt az iskolába tanítottam, a gyerekekkel foglalkoztam, és ez annyira megszerettem ezt a helyet, az embereket, meg a gyerekeket, hogy azt mondtam, hogy muszáj ide visszajönni. Úgyhogy 2015-ben is visszajöttem, és ez most már a harmadik önkéntes utam. És hát azt mondjátok el, hogy a projektek, amelyeket úgymond minden évben úgymond frissítetek, illetve más és más célt tűztök ki magatok elé. Ugye itt van van egy Téglám Kenyában elnevezésű projekt. Ez tulajdonképpen Balázs mit is jelent, és ez a projekt lezárult, vagy folyamatosan ez egy létező dolog, és mit takar, vagy milyen segítséget kíván? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a téglám, van egy téglám Kenyában, ezzel indítottuk igazából az iskola építést. Úgy volt meghirdetve egy felhívás adakozásra, hogy egy tégla vagy több tégla árával ugye hozzá lehetett járulni az iskola építéséhez, és az első néhány tanterem gyakorlatilag így született meg, ilyen mikroadományokból. És annyira ismerté vált ez a Téglám Kenyában, vagy Brikin Kenya elnevezés, hogy igazából azóta is ezen néven fut ez a projekt Erdélyben, és most már Magyarországon is. Ezt el kell mondjam, hogy az idei itt létünk, tehát itt 2 hónap alatt 12 személy jövünk ki, és önkénteskedünk. Egy részünk, a társaság egy része az iskolában dolgozik a gyerekekkel, másik része meg az építkezésben. Veszünk részt, ez a Hungry Helps önkéntes program tette lehetővé, megkerestük őket most már lassan egy éve, úgyhogy hogy mi itt egy erdélyi magyar történet vagyunk Kenyában, nem érdekes számukra, és nagy meglepetésemre és örömömre nagyon támogatóan álltak hozzá, úgyhogy így vagyunk most itt jelen, és remélhetőleg ennek van egy ilyen az önkéntes programnak egy folytatása. Az iskolát lassan építgetjük. Mostanig felépült 7 tanterem, meg irodaépületek. Ez, hogy itt most tudunk beszélgetni, ugye villanyáron van, meg látjuk egymást, és nincs sötét, vagy nem egy ilyen kis ledes lámpa, ez is az idei megvalósítások közé tartozik, hogy van elektromos áram az iskolában. Most próbáljuk ennek kapcsán aztán elindítani a számítógépes oktatást, tehát egy számítógép labort, és hát hosszú távú dolog, amíg olyan szintre fejlődik ez az iskola, hogy én azt mondhassam, vagy így a támogatói kör, hogy akkor ezzel most meg vagyunk elégedve. Igen, amit a kis videókon láthattuk, az épületet, tehát az iskolának az épületét jól lehetett látni a háttérben. Még milyen projekteket azért mielőtt beszélgettünk, vagy interjún kívül, akár mást is említettél nekem, hogy mi minden készül még az építkezés mellett, vagy még milyen programokba fogtatok bele, és szeretnétek megvalósítani? Hát erre is egyszer Hildainkkel válaszoljak. Hát az egyik dolog, amit csináltunk, és csinálunk most az iskolakert, ez egy ilyen kis farming projekt. Ennek az öntöröző berendezésen dolgoztunk nagyon sokat, spriccolós, meg csepegtetős, tehát még nagyon az elején vagyunk, illetőleg most folyik a focipályának a felújítása, hát egy buldozerrel teljesen szétnyomtuk ezt a mezőt, ahol buka meg lábtöréssel lehetett csak a mezitlábú gyerekeknek focizni. Reméljük, hogy kialakul, mire mi hazamegyünk, füvesítünk, fát ültetünk, körülbelül ezek így a rövid távú projektjeink, illetőleg a jövőre nézve, hát még fel akarunk építeni még 4 tantermet, illetőleg az itt dolgozó tanároknak, akiket kár nem küldtünk erről képet, de hihetetlen körülmények között laknak bádogép, ablaktalan bádog viskókban szeretnénk ilyen kis kétszobás lakrészeket 6-ot egyelőre felépíteni, hogy azért emberibb körülmények között dolgozhassanak. Hilda, hogyan tudnád megfogalmazni, miért van mindenre szükség, amit Balázs felsorolt? Miért van szükség segítségre? Mert hogy azt mondjuk, hogy a szükség, illetve a segítség bárhol elkelhet. Mi volt számodra a legmegdöbbentőbb, amikor Kenyába érkeztél először, és mit tapasztalsz most is, hogy
Miért kell az ott élőknek igenis ez a fajta segítség? Hát az egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt 2014-ben, amikor itt voltam először, hogy az, amit a gyerekek reggelire és ebédre kaptak az iskolában, nagyon sok gyereknek az volt az egyetlen étkezése a nap folyamán, mert ugye annyira szegény környéken vagyunk, hogy egyszerűen a szülőknek nem volt mit enni adni, és ezért nagyon fontos volt, hogy a gyerek folytassa az iskolát, mert így legalább kapott egy kis poricst 10 óraira, és egy kis puliszkát meg babot ebédre. Úgyhogy ez a támogatás ezért jól jön jól, mert akkor az iskolát tudjuk tovább fenntartani, tudjuk a gyerekeket, minél több gyereket iskolába járatni, mert ugye ez a kiút. Hogyha a gyerekek nem tanulnak, akkor valószínűleg az lesz a sorsuk, mint a szüleiknek, hogy halászni kell menjenek a tóra, vagy esetleg tűzifát gyűjtenek, és abból csinálnak egy nagyon kevés pénzt. De a tanulás az viszont lehetőséget ad arra, hogy kitörjenek a szegénységből, és esetleg egy középiskolát, vagy akár egy egyetemet elvégezzenek. Balázs, te mit tanultál a 10 évnyi út tartózkodásod alatt, illetve a folyamatosan, ahogy visszatértél Kenyába? Mi minden tanított neked? Hát más perspektívába kerül az otthoni élet is. Úgy gondolom, hogy ez, hogy önkéntesek, fiatalok el tudnak jönni egy ilyen helyre, és egy kicsit belelátnak valami egyébbe, és végül is az emberiségnek elég nagy hányada él ilyen körülmények között, ahogy élnek, és ahogy küzdenek. Szerintem csak nekem, mindannyiunknak nagyon hasznos. Hildához kapcsolódva annyit mondanék még el, hogy ami engem nagyon megfogott, mikor először jártam itt, az volt, hogy egy kis bádog épületben folyt az oktatás, és ezt a helyiek, az iskola vezetője, a Samuel Okomo és a körülötte levő emberek indították el. Tehát ez egy helyi kezdeményezés, ez nem a fehér ember jött ide és azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, hanem ők megfogalmazták maguk számára, hogy ebből a mély szegénységből kitörni egyedül lehetőség az, hogyha a gyerekeik befektetnek és oktatják őket. És akkor ők elkezdték ezt a történetet maguktól. Az, ahogy Halmen Balázs ide került, az is egy hát ilyen csodaszerű dolog, hogy ő szeretett volna önkénteskedni Afrikában, sok fele írt és jelentkezett, de mindenütt elutasították azon a címen, hogy jöhet, de kell fizessen, hát neki nem volt pénze, és akkor ez a Samuel Okomo visszaírt neki, szeretettel várja. És így került ő ide el 2010-ben, hazajött Erdélybe, elhozta a barátjait, és akkor ez egy ilyen, beindult egy ilyen történet, amit azóta is csinálunk. Most már ugye a Lightfoot segélyszervezet is felkarolta, mert nekik a skót kollégáimnak is nagyon tetszik, hogy kelet-európaiak is kimozdulnak a kis kelet-európai szükségvilágból, és elmennek máshova segíteni. Meg kell kérdeznem azt is, hogy hogyan élik meg az ott élők a járványhelyzetet? Hát én azt elmondanám, hogy igen, elmondanám, hogy nagyon-nagyon sok üzletbe zárt, nagyon sok biznisz tönkrement az elmúlt másfél-két évben a Covid miatt, tehát az iskolát be kellett zárni, ugye szinte 7 hónapig be volt zárva az iskola, mert ugye lockdown volt, és nem járhattak a gyerekek iskolába, és megkérdeztük tőlük, hogy ez milyen volt, és akkor azt mondták, hogy hát nagyon szomorú volt, hogy este nem tudtak olvasni, tehát azt hiányzott nekik, hogy nem voltak meg a tankönyveik, nem voltak meg a füzeteik, nem tudtak olvasni, nem tudtak gyakorolni. És viszont a közösségben azt látjuk, hogy még szegényebbek, mint a Covid előtt. Mert ugye, hogyha volt egy kis megélhetési lehetőségük, volt egy kis boltjuk, volt egy kis valami, ami azelőtt működött, az most már nem működik. Úgyhogy egyre szegényebb és egyre szomorúbb a helyzet itt. Hogyan lehet az egyesületet, illetve ezt a tevékenységet, a projekteket támogatni, hogyha most sokan néznek bennünket,
és ha megfogalmazódik a nézőinkben, hogy igenis, ők egy tégláárát most szeretnék átutalni, kifizetni, vagy valamilyen segítséget juttatni, akkor azt hogy tehetik meg? Most kivetíteni nem tudjuk, de vagy a Breaking Kenya a Facebook oldalon is megvannak ezek az információk, tehát a banki elérhetőség igazából, vagy a blightswood.ro weboldalon ott is megvannak az adatok, viszonylag könnyen elérhető, hogy hogyan lehet a projektet támogatni. Amit én szeretnék és próbálunk csinálni, az, hogy elindítsunk egy ilyen támogatói programot. Ez azt jelenti, hogy egy gyereknek az iskoláztatása körülbelül havi 15 euró. Tehát ez azt jelenti, hogy ha minden gyereknek úgymond volna egy ilyen támogatója, tehát ez nem nevesített támogatás, hanem ez egy ilyen szimbolikus dolog, akkor tanárok meg tudják kapni a fizetéseiket, viszonylag jó fizetéseket, a gyerekek ebédet kapnak, tanszereket kapnak, egyenruhát, ugye nagyon fontos az egyenruha, hihetetlen milyen szakadt ruhákban jönnek boldogan. Tehát akkor igazából úgy lehet mondani, hogy egy ilyen havi 15 euróval lehet támogatni úgy az iskolát, hogy akkor az működni tud. Nyilván bármekkora adománynak és bármekkora a rendszerességgel nagyon örülünk. Tehát ezt tudjuk elmondani. És van egy elég szép támogatói kör már, akik nagyon hűségesen és rendszeresen támogatják az iskola működését. Igen, ha belegondolunk, ez a 15 euró nem is olyan sok, annyi minden másra elmegy, kifolyik a kezünkből, és íme itt van egy újabb cél, amiben ezt be lehet fektetni. Mindenféleképpen meg kell kérdeznem, hogy az anyagi támogatás mellett, hogyha valaki önkéntesként szeretne részt venni ebben a programban, akkor az annak milyen feltételei vannak, hová kell menjen, de milyen feltételei vannak, mit kell tudjon? Igen, Hilda, esetleg akarsz te erre válaszolni, vagy mondjam én? Hát igazából az jut eszembe, amit a Magyar Önkéntes Liga Facebook oldalán láttam a napokban, hogy az lehet önkéntes, aki tud csákot hajtogatni. Mert igazából ezek a gyerekek annyira lelkesek, és annyira örülnek bármilyen kis foglalkozásnak, bármilyen kis játéknak, éneknek, táncnak. Nem kell ide se fizikát, se kémiát tudni. Egyszerűen szeretet kell, és foglalkozni a gyerekekkel. Már az nagy dolog nekik, hogy itt vannak ugye a fehér emberek, és időt szánnak rájuk. Próbálunk nem csak játszani velük, hanem fontos dolgokat tanítani, például a számítógép használatot. De igazából bárki lehet önkéntes. Ezt Balázs valamivel ki tudnád egészíteni? Hát emellé kell sok-sok türelem, kell, hát nem egy kényelmes hely európai standardok szerint. Sikerült felépítsünk egy kis önkéntes házat, ahol meg vagyunk szállva, de itt igazából egy légtérben vagyunk mindannyian. Hát most már van melegvízes zuhany, ami hol megy, hol nem megy, attól függ, hogy van villanyáram, vagy nincs. De azért a körülmények, hát nem luxus körülmények között vagyunk. Az élmény az viszont sok mindenért kárpótol. Gyönyörű hely a Ruzinga, ugye amúgy, tehát a domboldalon van az önkéntes ház, és a tóra ilyen, hát mesés a sziget, amit szemközt láttunk, a naplementék. Tehát igen, bátorítani tudok bárkit arra, hogy ha érdekli, mozgolódik benne a segítésvágy, és hajlandó áldozatot tenni, akkor keressen bennünket, és beszélgessünk erről. Illetőleg, amit szeretnénk a jövőre nézve, hogy a Hungary Helps önkéntes program keretében lehet még, valószínűleg próbáljuk ezt egyeztetni, hogy lehet még jönni, egy ilyen két hónapos, egy és két hónap közötti időtartamokra. Hilda és Balázs, nagyon szépen köszönöm beszélgetésünket, és sok kitartást kívánok nektek! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!
A sokakat megosztó, mégis önmagának egyre nagyobb teret kivívó utcai művészetek hazánkban is megtörik a betondzsungelek szürke egyhangúságát. Az utcai művészet gyakorlói fontosnak tartják és folyamatosan lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megdönthessék a meglévő sztereotípiákat. Számos nagyvároshoz hasonlóan Marosvásárhelyen is több kezdeményezés indult már az utcai falfestés, vagy éppen az utcazenélés fogalmainak átértékeléséért. A nem Rég a 3G Hub csoport folytatta a Metamorfózis nevű projektjét, amelyet elsőként 2018-ban szerveztek, népszerűsítve és elismertetve az utcai művészeteket. Az idéni projektjük a Metamorfózis 3 10 képzőművészekből álló csapat versenyét jelenti, akik a város különböző terein a marosvásárhelyi közösség meghatározó személyiségeit helyezik középpontba. Hogyan fogadják ezt a városlakók? Következő bejátszásunkból ez is kiderül. Mindig legyen ilyen gusztusom Pestre, ne össze-vissza és ott, bocsánat a kifejezést, mocskolva, hanem olyan szépen legyen Pestre, hogy az embernek a szívét melegítsék. Milyen plac? A 3G Hub olyan harmadik generációs független színházi tevékenységet végző fiatalok csoportja, akik a pandémiában korlátozott előadói munkájukat átértékelve, a megszokottól eltérően, újabban az utcai művészetek, vagy éppen a filmművészet nyelvén igyekeznek megszólítani a nagy érdeműt. Anul trecut, odată cu imposibilitatea de a face teatru așa cum ne-am obișnuit, am încercat să diversificăm puțin ceea ce facem în domeniul artei, adică să facem pe lângă teatru și altceva. Așa s-a născut ideea de a crea un hub cultural, un hub artistic, care să permită accesul și să ofere posibilitatea artiștilor din orice domeniu să se manifeste și să creeze așa cum vor ei, în special artiștilor independenți. Pe stadionul Anfield există un portret foarte cunoscut acolo și de acolo am pornit și am zis ce ar fi dacă în Târgu Mureș, pe zidurile care fie sunt gri, fie sunt murdare, fie sunt pline de afișe vechi, am încercat să punem portrete ale celor mai reprezentativi sau ale câtorva din cei mai reprezentativi oameni care au trăit în Târgu Mureș, care au făcut ceva pentru sau în Târgu Mureș. A város számtalan ikonikus alakjának válogatásából született meg az a tízes lista, akiknek arcképeivel az utcaembere nap mint nap találkozhat. Marosvásárhely utcáin sétálva ma már olyan neves személyiségek portréit csodálhatjuk meg, mint Bolyai János és Bolyai Farkas, Romulus Guga, Bernádi György vagy éppen Emil Dandea. Noi ne-am dorit în primul rând să înfrumusețăm orașul, ne-am dorit să dăm o valoare artistică pereților orașului, ne-am dorit să metamorfozăm, pentru că de acolo vine titlul proiectului, și să facem ceva astfel încât toată lumea să fie mulțumită. E foarte greu să alegi 10 oameni din zecile sau sutele care au fost în oraș care reprezintă ceva pentru oraș. Am încercat să luăm oameni din toate domeniile, am încercat să luăm un procent egal de români și maghiari, fiind în continuare vorba cuiva orașul celor două majorități, să nu deranjăm pe nimeni, să nu supărăm pe nimeni, să fie și artiști, să fie și oameni din istoria mai veche și din istoria recentă, să fie și sportivi, să fie și jurnaliști, să fie și din toate domeniile. Mi se pare o idee foarte bună și consider că îmbogățește orașul nostru într-o frumusețe extraordinară. Părerile sunt pro și contra, o parte sunt de acord, o parte nu, dar asta trebuie să hotărească comunitatea, adică cei de la consiliile locale, dacă sunt voie, nu-i voie, dacă e voie să se facă asemenea picturi.
A pozitív visszajelzések ellenére mégis megosztó jelenségnek tekinthető az utcai falfestés művészete. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Metamorfózis projekt kapcsán milyen visszajelzések érkeztek az alkotókhoz. Depinde de ce moment vorbim, pentru că după ce au fost realizate, au fost mai ales în momentul în care se pictau și mai ales în momentul în care stai lângă o pictură și trece lumea în proporție de 99%, toată lumea este foarte surprinsă, plăcut și nefericită tot timpul pentru ceea ce am făcut. Dacă vorbim de momentul anterior, în care am cerut aprobări, în care am încercat să obținem acordul proprietarilor, fie de blocuri, fie de privați pentru aceste lucruri, ne-am lovit de un zid de nu mă interesează picturile voastre sau nu sunt mâzgăleli. Cred că e nevoie de asta în oraș, credem că e nevoie să vină mai multă lume să facă lucrul ăsta. Noi suntem la început, noi nu suntem artiști, noi suntem actori. Noi vrem să arătăm că se poate și ne dorim să vină cât mai mulți oameni să facă asta, să continue chiar ideea asta cu portretele. Nu e o chestie pe care am inventat-o noi, dar ne dorim să le arătăm artiștilor locali, în primul rând, că se poate face și să înceapă să arate Târgu Mureșul din punctul ăsta de vedere mult mai colorat. Horrorfilmek, megosztó film kategória, vagy lehet szeretni, vagy nem, vagy izgalmasnak véljük, vagy írtózunk tőle. De lehet egy horrorfilm stílusos? Német előtt tud pár ilyet mutatni, jöjjön a mozizom. Üdvözlöm a nézőket! Már egy hete elmúlt Halloween, de nyilván ilyenkor kerülnek a mozikba a rémizgetős filmek. Szerencsére a sok olcsó horror mellett vannak érdekesek, különlegesek, sőt, egyenesen stílusosak is. Ma ilyeneket szemlézünk. Az idei év egyik legjobb horrorja az Utolsó éjszaka Szohóban címet viseli. Baby, you don't know what you say. What brings you down then? I'm studying London College of Fashion. Room is on the top floor. It's perfect. I love it. If I could live any place and any time, I'd live here in London. A Last Night in Soho annak a brit Edgar Wright-nak a filmje, akinek a nevéhez olyan filmek fűződnek, mint a Hot Fuzz, a Haláli hullák hajnala, vagy a Vaskabátok és a Világ vége. Avagy olyan zsánerfilmek, amelyeket az angolok Tarantinoja a maga szájíze, pörgős stílusa szerint alakított és formált egyedivé és roppant szórakoztatóvá. And you are? Sandy. Legújabb filmje egy fiatal lányról szól, akinek a divattervezés a szenvedélye. A lány rejtélyes módon képes belépni a 60-as évekbe, ahol találkozik bálványával egy káprázatos, feltörekvő énekesnővel. Ám az 1960-as évek Londonja, amelynek ugye Soho az egyik kultikus negyede, nem teljesen az, aminek tűnik. Olyan, mintha az idő szétesne, és ennek megvannak a maga bajlós következményei, ahogy annak egy horrorfilmben lennie kell. You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past. The guy that killed her is still alive there. I have to stop him. Where are you going? I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Az utóbbi évtized egyik legeredetibb horrorja is egy brit rendezőhöz köthető, név szerint Peter Stricklandhez. Excuse me, do you speak? No.
new world of sound awaits here. A new world that requires all your magic powers. A Barbarian Sound Studio a 70-es évek Olaszországában játszódik, ahol először jár a Toby Jones alakította Gildroy, a tehetséges angol hangefektes. Mimóza lelkű, munkamániás hősünk nehezen ért szót a rámenős helyekkel, rögtön honvágya támad, ráadásul új megbízásként egy olcsó horrorhoz kell hangefekteket produkálnia. I try my best to do my work, and it's never good enough. Do what I tell you. Am I clear? I'm just a whore to them. I feel so dirty. Ezt a filmet teljes mértékben a hangulata teszi kellemesen és stílusosan hátborzongatóvá, amint a főszereplőnk enyhe megtébolyodását és téblábolását követhetjük nyomon a 70-es évek olasz stúdiójának és munkatársainak világában. I will call the police! You never stop to ask why they hired you. It doesn't make you curious. You're forgetting this is not your studio. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt már a Mozizom. Találkozunk jövő héten is. Nem maradhatnak el az aktuális hétindító hírek sem. Ezen a héten Jakab Péter Emese kolléganőm várja önöket a fejleményekkel. Szervusz Emese, milyen hírekkel vársz ma este 7 órától? Szervusz Izabella! Közfelháborodást keltett egy kolozsvári pszichológiai professzor órai magatartása. Dr. Szamosközi István obszcén, trágár szavakat használt, és a diákok szerint az egyetemi órára váratlanul betoppanó professzor azért lett hirtelen ideges, mert az egyébként óráért felelős kolléganője szünetre engedte az első éves hallgatókat. Az ügyben kivizsgálás folyik. Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit. 7-kor kezdünk, tartsanak velünk! Kormányválság. Nem akadálytalan a nagy koalíció megalakulásának útja. Mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták feltételeket szabnak. Kerendő például a pénzügyi tárca. Véget ért a vakáció. Az iskolai személyzet átoltottságától függ a tantermi oktatás. Nem biztos, hogy ez volt a legjobb feltétel, amit megszabhattak. Vörös zónába került Magyarország. Főleg azokat érinti, akik nincsenek beoltva. Sok izgalmas programma és a kimenő ajánlatában nézzük, hol milyen kulturális és egyéb programok várnak a következő időszakokban. Köszöntök mindenkit hétfőn, november 8-án, sziasztok! 1944-ben ezen a napon született Nemere István író, műfordító, a legtermékenyebb magyar író, akinek számos nyelven adták ki műveit, összesen 11 millió példányszámban. Szintén ezen a napon 4 évvel később született Deák Bél Gyula blúzénekes, a magyar blúz király. Önök a kimenőben értesülnek Erdély érdekességeiről. Az ősz beálltával a lehulló levelek és a kerti zöld hulladék problémáját sokan komposztálás helyett égetéssel oldják meg, amivel nem csak a saját, de környezetük egészségét is veszélyeztetik. A komposztálással nem csak a füsttől szabadulunk meg, hanem értékes humuszt állítunk elő, mellyel a talajt tápláljuk. Nevezd be a komposztáloddal a Határátlépők Egyesület és a Sasfészek Kézműves Udvar komposztálás népszerűsítő versenyére, és mutasd meg, hogy te hogy csinálod. November 28-áig várják a beérkező nevezéseket, ezt követően november 29-én megkezdődik a verseny Csíkszék legszebb, leghasznosabb, legnagyobb, legkülönlegesebb lakossági komposztáló díjáért. A személyes előadások mellett közkívánatra folytatódnak az online lélekműhelyek, azok kedvéért, akik földrajzi távolságok miatt csak az online térben tudnak csatlakozni a sorozathoz. Egymásra mutogató nemzedékek lesz a második őszi előadás témája, ami ezúttal is díjmentesen és a regisztráció nélkül lehet részt venni a Dunaház Facebook oldalán. Előadó dr. Ferenci Enikő, mentálhigiéni és szakember, családterapeuta. Az online lélekműhelyen november 11-én lesz lehetőség részt venni.
Pál Feri és Tóth Erzsébet Fanni a Bennünk élő múlt, a transzgenerációs sebek hatásos sorsunk alakulására című online előadásai november 12-én 19 órától egészen november 14-e éjféléig korlátlan alkalommal megtekinthetők. Jegyeket a www.nyitottakadémia.hu oldalon lehet vásárolni. Ennyi volt a mai kimenő, tartsanak velem a hét folyamán is. Jó pihenést kívánok, de ne felejtsenek el szórakozni sem valahogy, akár otthon egy jó könyvvel. Nem erre szavait hagyom önöknek táplálékul. Amit erőszakkal terjesztenek, az nem lehet sem igaz, sem jó, sem szép. A viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket ma és utánunk híradó, majd a 24 plusz várja önöket. Holnap Ambrus Laura vár mindenkit a képernyők elé. Tartalmainkat visszanézhetik a Mozaik Facebook oldalán, illetve az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján. Öltözzenek jól fel, nem viccel az idő, vigyázzanak magukra és szeretteikre, viszontlátásra! We'll be right back.